Most két felvételt láthatnak a Phoenix televízió archívumából. A két műsorszám 2004. július 14-én, illetve 21-én volt látható a televízióban. Mindkettő a 2004-es halasnapokon készült, a felvonulást és néhány színpadi előadást örökítettek meg. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Vasárnap a színpad mögül kellemes illatok érkeztek, hiszen ott 10 órakor elkezdődött a halászlé főzőverseny, ahol 15 csapat vetélkedett az első díjért. Hatalmas dobozokkal, kosarakkal, 100 féle fűszerrel érkeztek a szakácsok, s titokzatos varázsigék is kerültek a bográcsokba. Megszámlálhatatlanul sok sátor, faház, árus várta a vásárlókat a halastéren. Mindenki találhatott kedvére való reggelit, ebédet, fagyit, üdítőt, ajándékot és egyéb vásárfiát, amivel magának vagy szeretteinek örömet szerezhetett. Ha a színpadon nem zajlott érdekes, látványos produkció, akkor a figyelem a pohárban gyöngyöző hideg sör felé fordulhatott. Egy olyan, a műsorfüzetben nem szereplő produkciót is láttunk, amivel ritkán találkozunk Tiszafüreden. Egy néhány főből álló dél-amerikai indián zenét játszó együttest is csodálhattunk, amely szokatlan hangszereivel és hangzásával vonzott sok érdeklődőt. Úgy tudjuk, hogy augusztusban ismét fellépnek majd városunkban, ezért szeretettel ajánljuk őket mindenki figyelmébe. Óriási tömeg előtt mutatkozott be délután a Lipcséből érkezett ifjúsági harmonikás zenekar. A 250 tagból 130-an utaztak Tiszafüredre. Mindjárt tudjuk, hogy városunkban nyáron igen sok német tartózkodik, így elsősorban ők tapsoltak lelkesen a német és nemzetközi könnyű zenét játszó együttesnek. A szabadtéri művészetnek, muzsikálásnak, színháznak megvan a maga varázsa. Könnyű ruha, könnyű zene, könnyű darab, nem kell fegyelmezetnek lenni, hiszen a zene messzire száll és mindenhová elkísér. Thank you.
Megvalósult a szervezők szándéka, hiszen sokféle korosztály, sokféle igényét tudták kielégíteni a 3 nap alatt. A produkciók vegyes színvonalúak voltak, sajnos elsősorban a gyermekeknek szánt műsorokban láttunk bírálnivalót. Úgy tűnik, a szórakoztatást ma a zenés műfajok képviselik, a próza vagy vers nem tudja felvenni a versenyt a jó vagy rossz muzsikával. Kívánunk városunk lakóinak és vendégeinknek 2005-ben is ilyen jó időt és ilyen változatos programokat. Most kiemeltünk néhány programot a műsorból. Fenyő Miklóst és Máriót láthatják. Na gyerekek, a Magyar Házi Bulik himnusza következik. Még 16 éves kisgatyás volt, amikor ezt megírtam. Ki gondolta volna, hogy ma itt énekelem nektek? Lehet, hogy pont ezért írtam. Csavar fel a szőnyeget, még ha éjjel, csavar fel a szőnyeget. A bukolom egy gyorsató szert, ez éjjel. Meg a mélyen tisztelt publikumot. Föl a kezeket a légbe! És egy nagy ritmus! Woo! Hálásan köszönöm! Micsoda buli! Vagy velem még, csak nem jöjjön össze a
Az éjszakát, van egy remény.